Üdvözöllek! Az MND Network által bemutatott Emlemétem című videósorozat 8. részét láthatod. A nevem Kovács Márti Miti. Ebben a részben a 7. szalvéta bemutatót fogod megismerni, ami elég rövid rész, ugyanakkor azt hiszem nagyon is érthető és lényegre törő. Az alábbi grafikon azt ábrázolja, hogy hol kellene töltened az idődet. Alapvető, hogy kezdetben az időt 100%-at emberek szponzorálásával kellene töltened. De hát nem tréninggel kellene kezdenem az időmet? Kérdezhetnéd, hiszen arról volt szó, hogy az első időszak a gyakorló hónapot. Igazad van, de ne feledd, hogy a szponzorod segít neked a szponzorálásban. Amikor belépsz egy MLM rendszerbe, az üzletedet először csak te magad jelented. Ha azt akarod, hogy sikeres legyél az üzletben, ahhoz az kell, hogy, mint már tudod, 5 komoly ember szponzorálj. Ahhoz, hogy őket megtaláld, 5-nél több embert kell szponzorálnod. Persze, elsőre is sikerülhet. Ha, ahogy múlik az idő, a szponzorálással eltöltött idő mennyisége folyamatosan csökken. Amikor már 5 komoly embered van, akár abban is hagyhatod a szponzoráló emberek keresését. Az idődet most már inkább azzal töltsd, hogy megtanítod szponzorálni az 5 aranyhajódat. Taníts meg nekik azt is, hogy hogyan tanítsák meg őket, ők is szponzorálni a saját embereiket, és amikor elérték a saját csoportjukban a 3.-4. mélységet, akkor már is magukra hagyhatod, és kezdheted a következő 5 ember keresését. Amikor már megvan az 5 komoly emberen, akkor az időt 95%-át azzal kell töltened, hogy velük dolgozz. A maradék 2,5% arra megy el, hogy kiszolgáld a fogyasztóidat. A második maradék 2,5% pedig a maguk ültetéséhez kell. Így, amikor egyik vagy másik komoly embered beérik, és nincs többé szüksége öntözésre, művelésre, akkor elkezdhetsz a magukkal dolgozni, melyeket elvetettél, és segítheted azokat szárba szökkenni. Légy tisztában, hogy valójában időt 100%-át a termékre fordítod. Ez a természetes következmény annak, hogy az embereiddel dolgozol. Ez jelenti az üzleted eladási oldalát, amit mi jobban szeretünk ajánlásnak hívni. Mint ahogy már említettem, ez a rész elég rövid lesz, így be is fejeztük ezt a bemutatót. A következő rész még motiválóbb lesz, úgyhogy várlak ott is szeretettel. Szia!